655 éves lett Cegléd, a város megalapítására idén is az Eötvös téren, illetve a városi Panteonban emlékeztek. Erről is beszámolunk mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Ezer tő virágpalántát osztott szét ma az önkormányzat. Hétfőtől megváltozik a Nagykőrösre menő és onnan jövő buszok forgalmi rendje. És keresik a nemzet házi orvosát, bárki szavazhat, ajánlhat szakembert a címre. A Ceglédi Városi Televízió csütörtöki híradóját látják, jó estét kívánok! A város közös fejlesztése, szépítése Cegléd igazi születésnapi ajándéka. Így fogalmazott a polgármester a város alapítók napján. Az Eötvös téren tartott ünnepségen a Városvédő és Szépítő Egyesület elismeréseket adott át. A Városháza udvarán pedig felavatták Nagy László Lázár emléktábláját. A hagyományoknak megfelelően idén is az Eötvös téri városalapítók szobránál emlékeztek Cegléd városi rangra emelésének évfordulójára. Cegléd neve először 1290-ben szerepel írásos forrásban, Kun László oklevelében. Az alapítást mégis 1364 óta számítják, amikor Nagy Lajos adómentességet adott a település lakóinak. Az évforduló napján minden év május 8-án tartják a városalapítók ünnepét. A polgármester Takács László beszédében köszönetet mondott azoknak, akik sokat tettek és tesznek Ceglédért. A munkáért, amit Ceglédért tesznek. Hatalmas könnyebbség ilyen közösségben dolgozni. Közösségben, amely egyfelé húz. Szebbé, jobbá akarja tenni Ceglédet, tetrekész lokálpatriótákkal, aktív civil szervezetekkel és egyre erősebb helyi vállalkozásokkal van alkalmunk egy csapatban dolgozni. Ceglédnek a hagyományain túl lendületes jelene és világos jövőképe is van. Olyan jövőképe, amely a múlt értékeit, az örökséget tisztelve fejleszti, teszi egyre otthonosabbá Ceglédet, tette hozzá a polgármester. Kiemelt figyelmet fordítunk a bel- és külterületi utak, közműhálózat, városi szolgáltatások mind szélesebb fejlesztésére, az oktatási, kulturális és sportlehetőségek folyamatos javítására és az idegenforgalom továbbfejlesztésére is. Az ünnepségen Kocsis István, a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke elismeréseket adott át. A legszebben felújított épületekért végzett munkájáért oklevelet vehetett át Hornyák Tamás és Spindelbauer Attila. A Városvédők munkájában nyújtott tevékenységéért vehetett át elismerést Hernádi Néhiba Judit, Hernádi Péter, Kis Béláné és Kovács József. Kocsis István örömmel számolt be róla, hogy újabb ajándékkal kedveskedtek a városnak. A béketéren egy kannafával emlékeznek a híres ceglédi kannát megalkotó mesterre, Rónai Jánosra. A városalapítók szobrán áll az önkormányzat, a járási hivatal, intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Az Eötvös téri ünnepségen a Táncsics iskola diákjai adtak prózai és zenei műsort. Majd az ünneplők a Városháza udvarára vonultak. A Panteonban emlékeztek a januárban elhunyt grafikus művészre, Ceglédváros díszpolgárára, Nagy László Lázárra. 70 éven át Cegléd adott neki otthont, miközben grafikai művészetével világhírnévre tett szert. A legváltozatosabb témákban alkotott, festményeim fő tárgya a jelenlegi, változó Cegléd, grafikáimban pedig életünk minden eseménye, ami volt és van. A néhai grafikus művész emlékére táblát avattak, amelyet a polgármester és a városvédők elnöke leplezett le. A városalapítók napján azonban nem csak Nagy László Lázár emléke előtt tisztelektek, koszorút virágot helyeztek el a többi néhai díszpolgár emléktáblájánál is. 5000 tő virágpalátát osztott szét ma az önkormányzat azoknak, akik korábban igényelték. Társasházakhoz, intézményekbe, családi házakba és balkonokra is vitték a szebbnél szebb egynyári virágokat és muskátlikat. A város vezetése évek óta oszt ingyenesen palántákat. A cél, hogy minél virágosabbak, mutatósabbak legyenek a ceglédi utcák, terek, előkertek. Ládákkal, papírdobozokkal érkeztek ma reggel a Várva Kft. Telephelyére azok, akik korábban igényeltek virágot. Mintegy 5000 tő palántát osztottak ki, egynyáriakat és muskátlikat. Az egynyáriak közül a begóniát kaphatták meg,
a petúniát, napvirágot, mézecskét, bársonyvirágot, szőlővirágot. A társasházak, a családi házak és az intézmények épp úgy igényelhettek ingyenes virágpalántát, mint azok, akik a balkonjukat szeretnék díszíteni. Mindenki nagyon örült a színesebbnél színesebb virágoknak. Tavaly is nagyon szépek voltak, nagyon szépek voltak, nagyon jó tövek, nagyon szépek. Meg változatos a szín minden. Nagyon szép. Örülünk neki nagyon. Most hány tő és milyen típusú virágokat visz? Hát szerintem olyan 30 tő körül. Igen, igen, olyan 30 tő körül van. Paprikavirág, mert a lányom még is az erkélyesbe viszik, petónia, mindenféle. Nagyon szépek. Melyik a kedvenc virág? Petónia, mert illatos nagyon. Díszítjük vele a lakótömbök környékét. Már évek óta csináljuk, úgyhogy először nem volt semmi ott, és most meg lehet nézni például a Kossuth Ferenc utcánál is, hogy milyen szépek, már többször kaptunk díjat is rá. A virágpalántaosztásban a polgármester, az alpolgármester és Rimóci Gábor önkormányzati képviselő is segédkezett. Az önkormányzat már évek óta oszt ingyen palántát. A cél, hogy minél szebb, virágosabb legyen Cegléd. Egyre többen jönnek minden évben, és látszik a városon, hogy egyre szebbek, egyre virágosabbak vagyunk. Az emberek a magukénak érzik, és ez különösen jó dolog, hiszen ezek mellé a virágpalánták mellé a sajátjaikat is oda teszik, így minden egyes virágpalánta megduplázódik, vagy megtriplázódik. Úgyhogy örömmel tölt el minket, hogy ilyen nagy igény van erre a dologra, és hát természetesen a következő években is mindenképpen folytatni fogjuk ezt a hagyományt. A legszebb, legvirágosabb előkerteket, családi házakat, társasházakat, intézményeket és balkonokat díjazza is az önkormányzat. A nyári zsűrizés után összeadják át az elismeréseket. Hétfőtől megváltozik a Nagykőrösre menő és onnan jövő buszok forgalmi rendje. A Kőrösi út felújítási munkái miatt május 13-ától ideiglenesen a Petőfi utcán haladnak a járművek. A Síp utca helyett átmenetileg a Mészáros-Lőrinc és a Mátyás Király utca között kialakított megállónál lehet le- és felszállni. Május 13-án hétfőn kezdődik a Kőrösi út felújítása. A buszok Síp utcai megállóhelye ezért átmenetileg átkerül a Petőfi utcába. A Mátyás Király utca és a Mészáros-Lőrinc utca között kialakított ideiglenes megállóhelyet június 2-áig érintik a helyközi járatok. A város 130 millió forint visszanemtérítendő kormányzati támogatást nyert három út és két utca felújítására. Új burkolatot kap a Kőrösi út, a Nagykátai, a Bercsényi út, valamint a Mező utca és a Damjanics utca. Az aszfalt szőnyeg cseréjén kívül megoldódik a csapadékvízelvezetés, és mintegy 100 fát is ültetnek. Közéleti polgári estre érkezett tegnap Nagykőrösre Bajer Zsolt. Az író publicista előadásának témája Európa múltja és jövője volt. A vendéglátó a térség országgyűlési képviselője volt Földi László, azt kérte a jelenlévőktől, mindenképpen menjenek el május 26-án szavazni. 15-20 percet mindenkinek rá kell szánnia arra, hogy május 26-án elmenjen az európai parlamenti választásra, hiszen nagyon sok múlhat az eredményen, az ország jövője és a migráns helyzet megoldása, vagy éppen még súlyosabbá válása. Erről beszélt bevezetőjében Földi László. Két dolog van, amit feltétlenül végig kellene gondolnia mindenkinek. Az egyik az Európáról, a másik pedig az önmagunkról alkotott képünk. Erről pedig már Bajer Zsolt beszélt. Volt időnk megszokni azt a gondolatot és azt az érzést, hogy mi Európában egy olyan helyen élünk, amely hely, amely kultúra, amely civilizáció, és nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy amely birodalom, gyakorlatilag az egész világon, szinte az egész világon el tudta terjeszteni önmagát. Európa az örökkévaló csoda, ami mindig olyan lesz, amelynek képzeltük és megszoktuk, de ez nem így van, fogalmazott. És éppen ezért szükséges és fontos az, hogy most, amikor egy az európai kultúra és civilizáció hanyatló országába léptünk, most át tudjuk értékelni mindazt, amit Európáról hiszünk és gondolunk, mert csak akkor vagyunk képesek arra, hogy megpróbáljuk ezt a hanyatlást megállni. Bajer Zsolt teltház előtt tartotta meg előadását a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ nagy termében.
Az alacsony társasági nyereségadó, a 9%-os egykulcsos személyi jövedelemadó, ami vonzóvá teszi az országot a külföldi befektetők számára. Ezt mondta előadásában dr. Vereckei Zoltán, a Pest megyei és Érd megyei jogú városi kereskedelmi és iparkamara elnöke tegnap az ipartestület székházában tartott előadást a gazdaság jövőképéről. Izgalmas korszakot élünk, mindenki próbál eligazodni az adatokon, a gazdasági elemzések tükrében, mondta dr. Vereckei Zoltán. A Pest megyei és Érd megyei jogú városi kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy fogalmazott, egy olyan helyzetben vagyunk, amikor Magyarország gazdasági tevékenysége felkeltette mindenki érdeklődését. 2010 óta az a gazdasági fordulat, a patrióta gazdaságpolitika a makrogazdaság területén eredményeket ért el. Természetes, hogy mi ezt kívánjuk folytatni. Ennek a motorjai a belső adózási rendszer, az Európai Unióban példátlan alacsony társasági nyereségadó, a 9%-os, a egykulcsos személyi jövedelemadó, ami vonzóvá teszi az országot a külföldi befektetők előtt. Fontos tényező a szakképzett munkaerő biztosítása, hangsúlyozta Vereckei Zoltán. Az elnök elmondta, azt a korszakot éljük, amikor mindenkinek van munkája. Minden vállalkozásnak meg kell tudni találni azokat az egyedi csatornákat, ahol a szakképzett munkaerőt tudja biztosítani. Ebben próbál a kamara egy katalizátor szerepet betölteni, nem csak azzal, hogy a vendégmunkások, a külföldi munkaerő toborzását vagy megszerzését adott feladatokra próbálja elősegíteni, hanem elsősorban épít a hazai munkaerőtartalékokra, és az oktatás és szakképzés területén próbálja azt a szakképzetlen munkaerőt valahogy a piac igényeihez képest szaktudással felvértezni, aki tulajdonképpen még a munkaerő tartalékunk lehet. Vereckei Zoltán arról is beszélt, hogy az európai források komoly szerepet töltenek be Magyarország életében, de nem kizárólagosat. Tehát ha az uniós források mértéke csökken, nem lesz baj, hiszen Magyarországnak olyan belső tartalékai vannak, amelyen fenntartható lesz a 4%-os gazdasági növekedés, mondta az elnök. A programon részt vett Földi László országgyűlési képviselő is. Az elmúlt években nagyon sok változáson ment keresztül a magyar gazdaság, a magyar politika, és ennek a változásnak, a sok-sok változásnak a nyilván a kisiparosok, a kisvállalkozók, nagy középvállalkozók, nagy vállalkozók is részesei voltak és részesei lesznek. Nagy kihívásoknak kellett megfelelniük, hiszen csomó mindenben, csomó újat meg kell tanulni, a digitális rendszert, az internet világát, a különböző jelentések ma már az interneten keresztül történnek, az adózás változásait, sok mindent, ami befolyásolta az önök és önöket és az önök vállalkozásait. Földi László azt is elmondta, a kormánytól 80 milliárd forintos támogatást kapott a megye, amelyet különböző területek, beleértve a vállalkozások fejlesztésére is lehet fordítani. A moziban jártak tegnap a Török János iskola diákjai. A kikapcsolódási lehetőség annak a pályázatnak a része, melyet diákok lemorzsolódását szeretnék megakadályozni. A szórakoztató programokkal szeretnék színesebbé tenni a tanulók iskolai életét. Mintegy 30 millió forintot nyert a Török János mezőgazdasági és egészségügyi iskola, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat támogassák, segítsék különböző programok keretein belül. Most a ceglédi moziba látogattak el filmet nézni. Szerencsések vagyunk, ugyanis két egymástól függetlenül futó pályázatban is nyertesek vagyunk. Ez talán egy picit könnyedebb, hiszen önállóan nyertük ezt meg. Jelen pillanatban már a szakmai stáb itt felállt, a tanulóknak a bemeneti kompetencia méréseit elvégeztük, és van, akire már maguk a fejlesztő órák is elkezdődtek. Ez az első önálló program, majd a tapasztalatokat látjuk. Ez egy 36 hónapos program, tehát még az elején vagyunk. Lesz itt még nyelvi képzés, még önálló programunk, nagy reményekkel vagyunk itt. Akik már elkezdték a fejlesztő órákat, ők ezt örömmel tudják abszolválni.
A pedagógus arról is beszélt, hogy az uniós célkitűzés szerint az EU átlagában az oktatást, képzést középfokú végzettség nélkül elhagyó 18-24 évesek arányát 10% alá kell csökkenteni. Magyarországon egyébként nem olyan rossz a helyzet, térségek szempontjából vannak kiugróan negatív helyek is, mondjuk Borsod vagy Somogy, illetve azt kell mondanunk, hogy ugyan a Közép-Magyarország, tehát Pest megye nem áll rosszul, de ezen belül a Cegléd környékén bizony vannak olyan helyek, főleg a szakképző intézetek, ahol ezzel küzdünk. Beiratkozik 30 diák 9-be, és ebből lehet, hogy csak mondjuk 20 vagy 10 vagy még kevesen fog végezni. Nagyon fontos ez, ugyanis emellett nem csak a program nem csak azt tűzi ki, hogy ezek a diákok nem orzsolódjanak le, hanem a mi hozzáállásunkat is egy picikét próbáljuk formálni, hogy másképp álljunk ezekhez a kihívásokhoz. A másik cél pedig, hogy olyan programokat finanszírozzon az iskola, ami miatt szívesebben járnak az intézménybe a diákok. Erre önálló forrás nem szokott lenni, de most a pályázati pénzből ez is megoldható. Idén is meghirdették a házi orvosok és nővérek presztízsét és megbecsülését erősítő pályázatot. A Nemzet Házi Orvosa kitüntető elismerésre elsősorban a páciensek ajánlatait várják. A kitüntető címet 2016-ban többek között dr. Gabnai Judit cegrédi házi orvos nyerte el. 9. alkalommal hirdették meg a Nemzet Házi Orvosa pályázatot, amelynek célja a házi orvosok és a nővérek megbecsülése, munkájuk elismerése. A kiíró a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, egészségért felelős államtitkársága. A korábban Évpraxis a címe futó pályázatnak csak a neve újult meg. A koncepció változatlan. Az elmúlt 8 évben összesen több mint 1600 hazai és határon túli házi orvos és nővér vehetett részt a nemes versengésben. Közülük 160-an nyerték el a kitüntető címet. Két évvel ezelőtt dr. Gabnai Judit cegrédi házi orvos is átvehette az elismerést. Az orvosokat elsősorban pácienseik ajánlhatják. A szervezők azt kérik, hogy az orvosokat vagy nővéreket méltató történetek minimum 15-20 mondat hosszúságúak legyenek. Az ajánlás csak akkor érvényes, ha elküldik a jelöltek pontos nevét, a praxis e-mail címét, valamint a rendelő címét és telefonszámát. Anonim pályázatokat nem fogad el a zsűri. A történeteket idén is a www.evpraxisa.hu honlapon várják. A beküldési határidő szeptember 14. A zsűri döntése után a páciensek 2 héten át szavazhatnak a zsűri által kiválasztott 10 magyarországi és 10 határon túli házi orvosra. Ha van szívüknek kedves orvosuk, ajánlják tehát őt, néhány perc az egész, neki pedig biztosan nagyon jól esik. Ezek voltak friss híreink, friss híradóval holnap is jelentkezünk, addig is viszontlátásra!